És szeretettel köszöntöm végzős tanulóinkat, az őket vallattató osztályfőnököket, a gyermekeikre joggal büszke szülőket, meghívott vendégeinket, iskolák valamennyi dolgozóját, tanulóját, minden kedves vendégünket. Kedves végzősök! 8 éven keresztül jártatok e falak közé. Szüleitek lassan elengednek benneteket védő szárnyaik alól, hamarosan felnőttként kell helyt állnotok. Mindannyian tovább tanultok, nem is olyan hosszú időt követően pedig még feljebb léptek, vagy a tanulás, vagy a munka területén. Kedves szülők, köszönjük, hogy hittek bennünk, és ránk bízták gyermekeiket. Éveken át együtt örülhettünk sikereiknek, bánkódhattunk kudarcaik miatt. Édesanyaként tudom, hogy szülői szeretet feltétel nélküli, önzetlen és mindent kivér. Sok áldozattal jár a gyermeknevelés, ugyanakkor csodálatos dolog is. Ezt bizonyítja a mai nap is, amikor látjuk, hogy jól dolgoztunk, mert kezünk között értékes emberekké váltak gyermekeink. A 8. A osztályból ezüst plakettet iskolánk legrangosabb elismerését veheti át, kiváló tanulmányi eredményéért, a megyei és országos tanulmányi versenyeken nyújtott kiemelkedő teljesítményéért, valamint kulturális tevékenységéért, Nagy Zsófia.
Azt plakettet vehetnek át a következő tanulók: Ludánszki Dorina, kiemelkedő közösségi, kulturális és művészeti tevékenységéért. Maróki Levente Bence, kiváló tanulmányi eredményéért és kiemelkedő kulturális tevékenységéért. Vigó Donát, kiváló tanulmányi eredményéért, valamint kiemelkedő közösségi és művészeti tevékenységéért. Szávek Réka, kiemelkedő közösségi, kulturális és művészeti tevékenységéért. Ezüst plakettet iskolák legrangosabb elismerését veheti át Hermán Máté. Rossz plakettet és pontlászló tehetnek át a következő tanulók: Markotán Blanka, tanulmányi, kulturális, közösségi munkájáért és kiemelkedő sporttevékenységéért. Rákoski Fani, tanulmányi, közösségi munkájáért és kiemelkedő sporttevékenységéért. Sasvári Ákos, tanulmányi és kiemelkedő sporttevékenységéért. Szabó Máté, tanulmányi, közösségi munkájáért és kiemelkedő sporttevékenységéért. Bronz plakettel jutalmazzuk Tüske Boglárkát tanulmányi és kulturális munkájáért. Voltál gyermek, mi most is vagy. Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játsz minden át, mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél, azt hiszem, hiszen most is játszol, s komolyan veszed, pedig a rejtély, mit soha meg nem leltél, még most is vár, ahogy megjöttél, s indultál. Iskola két dolgozójától is, Muliszné Gyurica Éva tanítónőtől és Csekéni Magyar Erzsébettől, az iskola ügyvédeli dolgozójától. Kívánok szép, kiegyensúlyozott nyugdíjas éveket, jó egészségre! Most pedig kérem a szülői szervezet képviselőit, Újné Kaszás Juditot és Zsuzsáné Németh Bernadettet, valamint a gyermekközösség képviselőit köszönjenek el nyugdíjba vonuló kollégáinktól. Iskolánk tanulóink legfőbb támasza. Megköszönöm a 8. osztályos szülői szervezeti tagok kiemelkedő segítségnyújtását, tenni akarását, irányomban megmutatkozó tiszteletét és jó indulatát. Munkájukért fogadják szeretettel a szülői közösség és diákjaink elismerését. Kérem, fáradjanak ki! Jövőről itt folytasd, amúgyan így? Hallod? Köszönöm szépen.
Végezetül mit is kívánhatnék nektek, kedves ballagó diákjaim? Jó szelet mindenki vitorlájába, kitartás akkor is, ha nagyon nehéz. Jó kedvet minden reggel felkeléskor, sok mosolyt, vidámságot és humort, mert bátorít és barátokat szerez, hitet a munkában és az emberben, hogy világunkat legalább ilyennek megőrizhessétek. Ragaszkodást hazánkhoz, lakóhelyünkhöz, szüleitekhez, hogy elvégezve tanulmányaitokat visszatérjetek ide családot alapítani, közösségünket gazdagítani. Visszavárunk benneteket. Köszönöm a figyelmet. Kovács Zoárt, 7. P-osztályos tanuló szavalatát hallhatjuk. Tenger legyél, óceán legyél, széles és határtalan. Kincseket rejtő ringató mély bölcső, vég nélküli korlátlan lehetőség, pusztító, tomboló őserő, legyél víz, életet adó őselem, legyél tűz, vízzel is legyőzhetetlen, legyél levegő, mindent beborító láthatatlan, legyél szikla, szilárd, megingathatatlan, legyél forrás, patak vagy tenger, legyél te maga, legyél ember. Elkérem a 8. évfolyamok sok képviselőit, hogy helyezzék el szalagjaikat az iskola zászlóján. Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben, ember lenni mindig, minden körülményben, Arany János. Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás. Márai Sándor. A 8. évfolyamosok nevében Szlávec Réka köszönöm. Kedves diáktársaim, búcsúzunk tőletek. Nem lesz több közös beszélgetés. Mi most elmegyünk, de bízunk benne, hogy ti továbbra is ápoljátok hagyományainkat, öregítitek iskolánk jó hírnevét. Kedves nevelőink! Önök mindig arra törekedtek, hogy ez alatt a 8 év alatt nyugodt légkörben tevékenykedjünk, jól érezzük magunkat, és mindenki képességét szerint tanulhasson. Őszinte hálával gondolunk első tanítóinkra, akik megtanítottak minket írni, olvasni, számolni. Felsős tanáraink voltak azok, akik még tágabbra nyitották előttünk a tudáskapuját. Gyermek csintevéseink, hanyagságaink sokszor próbára tették türelmüket, de ők biztosan tudták, hogy minden szájrándítás, dac és tiszteletlenség idővel megváltozik. A sok tudás, amelyet átadtak nekünk, a jövőben kamatozni fog. Arra kérem önöket, hogy emlékezetükben a szép pillanatok maradjanak meg rólunk. Kérem, fogadják el hálánk jeléül csekéke ajándékunk.
tartott köszönettel. Köszönjük a féltő türelmet, az aggódó gondoskodás, a meghitt pillanatok örömét. Óvtatok, féltetetek és felneveltetek bennünket. Tekintsetek most büszkén ránk, hiszen segítségetekkel életünk egyik fontos mérföldkövéhez érkeztünk. Hálánkat és szeretetünket hadd fejezzük ki egy szál virággal és Gyurkovics Tibor gondolatával. A hitet másoktól szereztem, mint égigérő ablakot. Akik látták magukat bennem, azoknak én csillag vagyok, én viszont nekik köszönhetem az egész égboltozatot. Köszönöm, hogy értem jöttél, útporából felemeltél. Köszönöm, hogy életemnek új értelmet adtál. Köszönöm, hogy segítettél, a bajban nem feledtél. Köszönöm, hogy megérezted, szükségem van rád. Köszönöm, hogy erőt adtál, bánatomban vigasztaltál. Köszönöm, hogy hozzám mindig türelmes voltál. Köszönöm, hogy elviseltél, lehetetlent sosem kértél. Köszönöm, hogy megértetted, szükségem van rád. Ki tudja, nélküled, hol lennék ma már? Tán jobb, ha el sem képzelem. Amit tőled megtanultam, nem felejtem el. Amíg élek, s emlékezem. A léggömbök jelképezzék céljaitokat, vágyaitokat, terveiteket, melyekhez sok sikert kívánok az iskola valamennyi dolgozó jelenében. Gyere, mondj, hogy a krumpli vagy. Álljunk bele!
szépen engedte befejezni a mai ünnepségünket. Valamennyi résztvevőnek köszönöm azt, hogy eljött és meglátogatta ballagásunkat, végezetül pedig a mai ünnepségünk zárásaként álljunk föl, és hallgassuk meg a szókat. Tehát a nyolcadikasokra, a jó banketre, ami 6 órakor kezdődik, és remélhetőleg jól fogja érezni magát mindenki éjfélig. Egészségünkre, szervusztok! Oh!